A szíves olvasom kérdőre von engem, miért írok? Gondolkodóba esem. Talán önmagamnak. Talán édesapám elfáradt földműves keze vezeti a tollam. Tőle örököltem mesélő kedvemet, szókincsemet. Édesanyámtól jó emlékezetemet és érzékenységemet. Úgy szeretem az emberi szót, mint a madarak énekét. Szeretek írni, mert megkönnyülök tőle, mint a fájdalom a sírástól. Szeretek emlékezni, képzelődni. Mesterségem a színészet. Elképzelt lényeket kell életre keltenem. Vérrokon bennem a leírt szó és a kimondott szó. Fennhangon írok. Úgy mondom tollamba történeteimet, mintha mellettem állna valaki. Mintha hallgatna valaki. Írok, mert megnyugszom tőle. Talán fölösleges energiaforrásaim fakadnak föl bennem, ha kevésnek érzem a színházi feladatokat. Tévedés ne essék. Én nem akarok író lenni. De valamiképpen igazságot szeretnék szolgáltatni áldozatos, agyonszidott nemzedékemnek. Írásaimból nem akarok sem pénzt, sem dicsőséget. Elég nekem az az elismerés, amit pályán folyamán kaptam a közönségemtől. És ezt köszönöm. Tovább írok folyton. Kútforrásom a változó világ s az ember. Az eleven jelen. Annyi a mondani valóm. Érzek magamban annyi erőt, hogy megírjam a küzdelmes, helyenként örömmel telt felnőtt kort. Sári Gyöp. Az éjszakai eső után friss lett a reggel. Korán ébredtem, jóformán a madarakkal, mintha kivetett volna az ágy. Olyan sürgősség ült belém, nem hagyott nyugodni. Már jó ideje hajszol bensőmben ez az érzés, mintha valamit elmulasztottam volna. De mit? Végére járok még ma. Ismerjem meg magam, miféle erő hajt, mi kényszerít. Egyszer azt álmodtam, talán 10 esztendeje is lehet, alkudoztam a halállal, könyörögtem, mintha imádkoztam volna. Ne, még ne, hiszen még alig éltem. Én még írni akarok, mintha ígéretet tettem volna a halál előtt. Ma szép júliusi nap, pénteken, 20. virradóján megért bennem a tudat. El kell kezdenem. Különben még elkésem. Elkésem? Honnan? Miről maradok le? Nekem mindig minden ősöm elkésett a jóról. Mikor hadisegélyt osztottak, talpjegyet vagy lakodalmi kalácsot, az én gömbölyű kisanyám mindig elkésett. Ha sorba állt zsírszalonnáért, mindig az orra előtt fogyott el. De én már picinke koromban szerencséskezű gyerek voltam. Egyszer Ides bezárta a rozoga almáriumunkat, mielőtt elment a vására. Hazajöve nyitogálja, hogy betegye a sifont, amit hozott. Rángatja, emeli szépen, csúnyán, de hiába. Már sírt szegény mérgében. Én úgy 4 éves forma lehettem. Nem bírtam látni, ha anyám sírt. Odaálltam melléje. Ides, adja ide nekem a kulcsot, én kinyitom. A kínok kínja, mendergős tüzes istennyila, agyon nem csapkodja. Szitkozódott mérgében. Kezembe nyomta a kulcsot. Ne, te pöttön, próbáld meg. Első pillanatra sikerült. Kinyílt a téglen álló rozogalmárium. Álmélkodott édesanyám. Ennyi kislányom, micsoda ügyes vagy. Ettől a naptól fogva lettem valaki. Ettől az órától kezdve, ha valamilyen kudarc érte a családunkat, én mindig vállalkoztam megmentőnek. Rám is bíztak jó szüleim mindent idő előtt, hiszen én az almáriumot is kinyitottam, én már nagy vagyok, igen. Én már valaki voltam kislánykoromban. Egyszer édesapám elővette egy vastag írkát. Elkezdett írni gyönyörűen a hanság lápjáról, a ludvércekről, hiedelmekről, mesékről, a csíkhalászokról, a csíkos káposztáról, báránymarcsáról, édesanyámat nevezte így, egész históriát. Örökös civódás lett ebből otthon. Mindig szitta Ides, hogy mennyit verázsol, égeti a villanyt, másnap meg passogat az álmatlanságtól, 66-szor dűl a kapanyérre.
Panaszolta édesapám, mit írna ő, ha ideje engedné? Ha nem parancsolnának rá, hogy oltsa el a lámpást, az ő hősei külön brokádban, bársonyban járnának, mint Shakespeare hősei. Édesapámat csak Schuster Vincének ismeri máig is mindenki. Öregapámtól elleste a mesterséget, még új lábbelit is csinált. Apám hazajött a Piavétól, az olasz frontról. Isteni csoda, hogy épségben maradt, pedig minden kiképzés nélkül 17 évesen vitték ki a frontra, a vele egyivású Rába Tamás legény gyerekekkel együtt. Mesélte, hogy az első bevetésen olyan sírás rívás volt a lövészárokban. A félelem hangja olyan, mintha egy ember üvöltött volna, megsokasodva. Mégis felismerte a hazai hangot, a Rába Tamás gyerekkatonák hangját. Egy torokból, egy szívvel kiáltották: édesanyám! Édesanyám! A roham elmúlt. A srapnelek lecsapódtak. Füst meg vér lett azután. Az én 17 éves gyerekkatona apám fölvette a földről szőke, göndörfejét, égő kék szeme az égben keresett menedéket, mert azt nézni nem lehetett, amit a földön körös körül látott. Egyedül állt föl sértetlenül. Sok Rába Tamás gyerekkatona vére áztatta az olasz földet, festette pirosra az eget. Csoda, hogy ott nőnek a vérbélű narancsok. Ő megmenekült, hiszen a Kos jegyében született. Marsa, hadak istene megvédte. Örült az életnek. Annyi vidámság szorult beléje, mint 100 más emberbe együttvéve. Két fites vérének gondviselője lett. Jenőt, a hirtelen szőke, hakkos beszédű legénykét elszegődtette szolgálni. Pista csak 10 éves lehetett. Nyúlánk és örökké éhes. Mácsikot akar enni, de ki főzze, ki gyúrja, sodorja. Egyik este nagyot ugrott Vince apám örömében. Meglátta a kis fekete hajú gömbölyű Szabó Marcsát. Gondolt egy nagyot, elveszi feleségül, megint ugrott örömében. Hamarosan átszaladt hozzájuk, keresztül át a kerteken, mint egy töretlen csikó. Édesanyám anyja, Horváth Terézia, aggódva leste a lóti futi Schuster Vincét. Suttogva mondja: te, Marcsa leányom, ez a Vince nem bolond egy kicsint? Ez mindig fut. Marcsa, leendő kis fekete anyám úgy nevetett, csak úgy döcögött. Bendes Szabó Istók, anyám apja, ugyancsak ferde szemmel nézte a széltolósi hedert, akiből szerinte soha nem lesz komoly ember. De Marcsa anyám igen-igen szerette Vince apámat. Szilajságát, elevenségét, derűs szellemét, a göndör haját. Hamarosan megesküdtek. Kölcsön csizmában, ruhában megint csak fut Vince, a vőlegény, fut az esküvőre. Talpig fehérben áll Marcsa a szoba közepén, még koszorúja is volt. Kékes-fekete haján jót mutatott a fehér mirtusz. Szép menyasszony. Mellette kopott öltözékben, szedett-vedetten, büszke kosfejével, futólépésben, Vince a vőlegény. Marcsa piros, mint a pipacs, lesi a kis utca, egész a templomig kísérik. Halkan súgja Vincének Marcsa: lassan, lassabban menj egy kicsint. Lakodalom alig volt. Eljött az óra, Marcsát elvitték a háztól. Siratta az anyja, bánta az apja, mert jó kis leány volt. Szülő, testvér szerető, szorgalmas, tiszta. De még milyen tiszta, mint az arany. Marcsa átlépte Vincéjék küszöbét, de előtt egy söprűt kellett az útjából elhajítani. Ez a szokás mifelénk. No, de ilyen fogadtatást is kevés újasszonyért. Ahogy belépett a gádorból a füstös szabadkonyhába, egetverő rendetlenség fogadta. Minden tányér fazik asszonyért kiáltott. A szobában vetetlen ágyak tátogattak koszosan. Lába szárát térdig ellepték a bolhák. Vince tréfával ütött el. Csípnek, Marcsa kicsinyem? Csíp nekik vissza. Teli csillagos volt az október 16-ai éjszaka. Jó gyönge idő volt. Az új pár súgott-búgott kint a gádorfán. Szorosan egymás mellett csücsültek, nézték a fejük fölött a csillagos ég, sötétkék palástját, ezüstös nagy udvarát a holdnak, és bódult boldogok voltak.
Remegtek, mintha az Úristen simogatta volna őket a jobbik kezével. Könnyűnek érezték magukat a hold melegétől. Nézd, Marcsa kicsinyem, úgy ragyognak a csillagok, mint a Salamon töke. Marcsa gurgolázott a nevetéstől, csiklandósan, szemérmesen kinyitotta száját, de maf! Csak eddig tudta mondani, mert Vince csókkal tapasztotta be mandula ízű száját. Beköltözött a boldogság a kis vályokház ablakán. A piszkos elhagyatottság után barátságos, tiszta lett a szegény lak. Marcsa csak tisztogatott, dologban múltak az ünnepek is. Vince nevetve ölelte domborodó hasú feleségét. Termékeny ölű édesanyám minden esztendőben világra pottyantott egy gyereket. Így lettünk mi, öten testvérek. Szegény Schuster öregapánk halódott, ágynak esve régen. Kismenye ápolta, emelgette, mosdatta rendesen. A végén etette, mint a kicsinyeit. Hiába kedvezett betegének. Az volt az utolsó szava. Áldjon meg az Isten, Marcsa. Mikor meghalt szegény, ülve maradt örökre vánkosán. Ekkor találta meg édesapám összes hagyatékát a belső zsebében, azt a néhány szót a kockás noteszban. Az én életem története. Ezért is adtam könyvemnek ezt az alcímet, hogy nagybetűvel kiáltsak öregapám helyett, hogy faggassam a földet, az eget, miért is született, miért is élt ez a nyomorult kis öreg. Öreg, hiszen alig érte meg az 50 évet. Nagy gond volt a temetés. Nem volt pénz. Herdina az asztalos hitelbe csinált koporsót. Talicskán tolta a falun végig haza édesapám. A halott Horváth Pál Miska megmosdatva, felöltöztetve, ül a koporsóban. Mi lesz most? Herdina a koporsós alacsonyra szabta, fekvő halottakhoz volt szokva. Bár édesapám megparancsolta, hogy emelje fel jól a fejénél, mivel öregapám hajlott. Meg is tette Herdina a koporsós. De ez nem elegendő. Csak ül az öreg Schuster a koporsóban. Édesanyám szalad a szomszédba, Kupuc Pista bácsiért. Gyűjjön, legyen szüves, segítsen lezárni a koporsót. Csak üldögél öregapám a koporsójában. Pista bácsi káromkodik, nevet, mint az ördög, mikor meglátja a szentségit, a szakramentumát. A hasát fogta röhögtében, hogy ilyen üldögélő halottat ő még nem látott. No, dologhoz látta ketten édesapámmal, hogy lezárják valahogyan a koporsó födelét, minél előbb, hiszen kisgyerekek vannak. Ketten erővel próbálják szegény öregapámat kiegyenesíteni. Hasra fektették. Hasra? Hát csak a feje van lent, meg a két térde. Nevet Kupuc Pista bácsi, mint az ördög, a szentségit, a szakramentumát. Nézd, Vince, olyan az öreged, mintha silbakolna. Röhögve ráfekszik öregapám becsületben meghajlott gerincére. Ijesztőt roppant halott csontja. Vince fia nem bírta. Hajd abba, Pista. Így vitték, üldögélve, nyitott koporsóban. Végig a temetőn, a nyárfák között, így találkozott aranyhajú feleségével a más világon. Mert egymás mellé temették őket, sorban, ahogy haltak. Hogy elmúlt szegény Schuster öregapám, jött a hagyatéki tárgyalás. Kiderült, hogy a kis vályokház igen meg van terhelve adóhátralékkal. Az összeget nem tudták szüleim előteremteni. Dobra ütötték, elárverezték édesapám szülői házát. Kegyetlen szomszédja licitált rája. Sok lúd disznót győz. Édesapám nem tudott többet ígérni. Másé lett a szülői ház. Annak a kegyetlen embernek soha, de soha nem bocsátja meg, hogy ő ígérte rá az utolsót. A kert alól elköltöztek szüleim a kis utcára. Bender Szabó öregapám befogadta őket három gyerekkel. Pistát, apám öccsét elszegődtették Gulyás gyereknek, azt, aki annyira, de annyira szerette a kisányit meg a túrós mácsikot. No, szóval a kis utcán a zsöllérszeren ütöttünk tanyát. Igen, ütöttünk, mert már én is léteztem az anyám hasában. Én, a negyedik gyerek. Meg volt ijedve Ides. Mariska születésekor anyám vesegörcsöt kapott.
Behívatta a bába édesapámat. Szitta, hogy mit csinált már megint. Hát mennyire meghagyta, hogy nem lehet több gyerek. Az anya vesés. Hát halálos lehet a szülés. Egek istene. Sírt szegény kisanyám. A harmadik hónapja viselős velem. Akkor még nincs vész. Az okos bába védte az anyát. Rábeszélte édesapámmal együtt, hogy mi legyen. Ha belehal a vesegörcsös szülésbe, itt marad 3 kisgyerek. Nem, nem, sikoltott anyám. Akkor mégiscsak vegye el nekem. Bocsásson meg az Isten. Ez 3 titka lett. El is mentek a megbeszélt időben a bába asszonyhoz. Édesapám a gádorban kívül várt. Készül a bába, forralja a vizet, csörögnek valami szerszámok. Ott fekszik a pricsen kiterítve anyám, őrjítő lelki tusában. Félt, hogy megveri az Isten. Félt a haláltól, félt a gyilkosságtól. Így is haltak már meg, főleg lányok. Közelít a bába. Ne félj, Marcsa. Ez könnyebb, mint a szülés. Majdnem elkezdte a műveletet. Édesanyám lelkem fölugrott az ágyról, zörgette a bezárt ajtót. Ereszen ki, Vince, segíts, Vince! Ó, én akaratos magzata édes kisanyámnak. Hogy megkínoztam, pedig még a világon sem voltam. Mindez még nem elég. Hát leégett a ház is. Bendes öregapám háza. Tátongó, füstös gerendák, üszkös, fekete falak, folyt be az esőlé. Nehezen készült új tető az öreg házra. Mennyi pénz, csak egy mestergerenda. Augusztusra várt engem ides. Akkor születtem, amikor a kisföcskék röpülni tanultak. Hosszú sorokban ültek a sürgőnydrótokon, mint a gyöngy. Mikor a gólyák tanácskoztak az iszapos-lápos partokon, hogy útnak eredjenek István királykor. Akkor születtem, mikor magasan állt és legforróbb volt a nap. Augusztusban, délben remegett a levegő. Az asszonyok tisztogattak, messzeltek, sikáltak, kalácsot, perecet sütöttek, a lelkek nagy ünnepre készülődtek. Búcsú előtt való napon a fiatalság táncolva tiporta a szalmát. A hombárok megteltek, a részes aratók áldomást ittak, öröm és mulatság volt készülőben mindenütt. Aznap este korán kelt fel a hold, az Isten kalácsa, sütött, mint a nap. Az ég tiszta fényes volt, mint szélcsöndben a tenger. Korán feljött az esthajnal csillag, fehéren izzott a hadak útja, kettészelte a végtelent. Aznap este az öregisten úgy kicsillagoztatta az eget, hogy már nem fértek el egymás mellett a csillagok, ezért leszaladtak a földre. Aztán a csillagoknak teremtője jótékony álmot küldött a világra. Na, de én nem lettem ám jól sikerült gyerek, csak olyan kis vakarék. 3 gyerekkel nem kínlódott annyit édesanyám, mint velem, hitvány kis porontyal. Nyomvat voltam. Édesanyám eldugott, ha meg akartak nézni. Sírt titokban, talán mégis igaza volt a bába asszonynak. Ő is beteg lett születésem után. Gennyes lett a veséje, a vizelete. Hiába itta a sok herbateát. Én meg csupa, de csupa kelés. Tele csöpp kis testem, egyik elmúlt, jött helyébe 10 más. A bába mondta, azért van, mert rossz vért örökölt az anyjától. Talán majd kitisztul, amit nem igen hiszek. Nem életképes ez a gyerek. Talán jobb is lenne, ha... Nem merje tovább mondani, letorkolta anyám. Elment a bába, ott maradt szegény kisanyám. Ő is lázban égett. Én szunnyadtam a bölcsőben, némán. Annyi erőm se volt, hogy sírni tudjak. Sírt helyettem ides éppen eleget. Ennyi szép gyerek között itt van ez, csupa elevensebb. Alig tudott hozzám nyúlni, hogy bepújáljon. Kíváncsi öregasszonyok vizitáltak engem, hajtogatták a fejüket sopánkodva. Ejjaj, ejjaj. Éltem, vegetáltam, mindig csak aludtam. Lassan aztán kezdtek múlni a sebek. Egyre kevesebb. Már csak a seggem partján volt egy igen mérges. Édesanyám nem merte kitisztítani egyedül. Apám látni sem bírt ilyet. Volt neki egy jó cimborája, Német Vince bácsi. Ő nyomta ki a seggemen a kelést. Mikor nagyocska lány lettem, szekált ezzel mindig. Ugye most már nem hagyod a tomporodat megtapogatni?
Pedig most már jobb fogás esik rajta.